A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a nálatok Mizut látják. Azok, akik aktívan részt vesznek a város kulturális életében, azok számára minden bizonnyal nem ismeretlenek a mai vendégeink, sőt azt hiszem, hogy talán azt is mondhatom, hogy országos ismerettségre is szert tettek már. Remélem, hogy nem veszitek túlzásnak. A mai vendégeimet akkor bemutatnám onnan kezdve. Itt van velünk Somos Zoltán, nagyszerű kollégám. Sziasztok! Jó estét! Aki most egy kicsit más minőségében szerepel nálunk, hiszen már ugye nálatok Mizuban már voltál egyszer, majd erről is és még mennyi mindenben. Itt van velünk Balogh Mihály is. Szeretettel köszöntelek. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. És Somos Ákos, még egy Somosunk van itt mellettem. Szia! Köszönöm, hogy itt vagytok. Na, a nézők lehet, hogy egy kicsit megkeverednek, hogyha így ezt a képet nézik majd, bár totálban így lehet, hogy akkor észreveszik, hogy egy ikerpárról van szó. Nagyon hasonlít. A Misi de, de ha mondjuk egyes képváltás lesz, akkor egy kicsit furcsa lehet, mert hogy a város híres szülöttei, és szerintem országosan is elmondhatjuk, hogy híres ikerpárjáról van szó, akik itt vannak velünk. Nem tudom, milyen gyakran vagytok ti így együtt egyébként mostanában képernyőn. Tehát ott Sommá vagy ötször hívott az ő műsorába, úgyhogy voltunk már sokszor. Amikor ő ül ott abban ja, a székben, és a sport, igen, a sport témájúban már voltunk néhányszor, úgyhogy előfordult. Előfordult. Igen, meg hát régen itt más, tehát valamikor még a múlt században, itt a Fehérvár TV-ben ugye mind a ketten dolgoztunk egy időben, és akkor de még szinte pályakezdőként, és... Érdekes, mert régen úgy alakult a mi életünk, hogy nagyjából ilyen 18 éves korunkig ugye mindig együtt, mindenhol, iskolában közös hobbi tevékenységek folytán, és aztán akkor kezdődött az, hogy elszakadtunk olyan értem, hogy engem elővettek fel egyetemre, máshova ment az Ákos, volt köztünk néhány év, de aztán mégis úgy alakult, hogy ahol én voltam, oda jött ő is, csak akkor már nem ugyanakkor, hanem néhány év különbséggel, és ez igaz volt egyébként az egyetemre, igaz volt később a sportriporteri pályára, erre a Fehérvár TV-re is. Mindenre. És hát igen, tehát az a néhány perc, ami van köztünk születésileg, az utána, mintha így kibővült volna, mert én vagyok az idősebb, és ez úgy nézett ki, mintha tényleg az öcsém jönne a bátyja után, egy családi tradíciókból kifolyólag, de valójában ez csak véletlenül alakult így, és most is én érkeztem előbb a stúdióban. És a terapeutámhoz most így jegyzetel ott, tudni fogja már legközelebb, hogy mi a probléma. Honnan jönnek igen. Ezek a behatások az életedben? De akkor már szokták mondani, hogy amelyik később jön, az elnyomottabb, vagy ilyesmi. Nem érzed így? Nem. Soha. Na, ami miatt egyébként ma itt vagyunk, és majd még fogunk akkor erről a pályafutásotokról is beszélni, meg hogy a Fehérvár TV-ben is dolgoztatok, meg más médiumokban is, de azért a legfontosabb téma ma, hogy amatőr színészként tevékenykedtek a városban. Ezt a műsor előtt én mondtam, beszéltük, hogy nem szeretem ezt a kifejezést, hogy amatőr, de hát nyilván nem vagytok hivatásosak, viszont amatőrnek meg aztán végképp nem mondanám ezt. Mit szóltok ehhez a meghatározáshoz? Szerintem ezt mondja el a Misi. Nem, hát én azt gondolom, hogy maga az, hogy amatőr, az a szószoros értelmében persze igaz, hiszen igen, nincs végzettségünk, viszont az, ami hozzákapcsolódott ez a kifejezéshez, ez a kicsit pejoratív felhang, ez szerintem talán emiatt van az, hogy te is nem annyira kedveled ezt a kifejezést. Persze, nyilván a Szabad Színházban, illetve az Igézőben is ott vagyok, aminek a hivatalos titulusa az most már független színház, tehát rendesen megvan ez a besorolásunk. Szóval persze nehéz ezt megmondani, meg hát, hogy hol kezdődik az, hogy professzionális-e valami, vagy amatőr, vagy hogy független. Ezek mindig ilyen nehéz kérdések, de persze hát így, hogy azért én is 2009 óta vagyok a Szabad Színház tagja, sőt 2008, és volt szerencsém játszani a kőszínházakban is, Veszprémben, itt Székesfehérváron. Nyilván ragadt rám valami ott, de hát papírom továbbra sincsen, szóval valószínűleg igen, amatőr színészek vagyunk, de
De nem abban az értelemben, amiben sajnos sokan használják, hogyha valaki amatőr valamiben. Nekem nincs semmi bajom egyébként ezzel a kifejezéssel, mert például a fesztiválok, ahol megfordulunk, azoknak az a hivatalos neve, hogy Komlói Amatőr Színjátszó Fesztivál, vagy a Vasvári Nemzetközi Amatőr Színjátszó. Tehát ezek benne vannak a Magyarországon a 60-as, vagy talán már az 50-es évek óta nagyon-nagyon virulensen működő mozgalom volt mindig is az amatőr színház, és ennek mindig volt egy nagyon pozitív értelmezése, tehát egy tömegbázist jelentett a professzionális főiskolai végzettségű kőszínházak, meg színészek mellett. Az, hogy egyrészt nevelő funkciója volt ennek, tehát iskolai, dráma, pedagógiai funkciója, másrészt pedig egy ilyen nagyon széles közösségbázisa. Mostanra sajnos eljutott odáig a helyzet, hogy gyakorlatilag azok a független színházak, amelyek nem amatőrök, mert ugyanúgy végzett színészek játszanak benne, csak nem a kőszínezi struktúra, lassan szegények, ők lesznek tényleg amatőrök, ugyanúgy egy fillér nélkül tengődnek, ameddig tudnak, mint mi, akiknek viszont legalább van mellette valami kenyérkereső foglalkozásunk. Igen. Úgyhogy ezt így ki lehet fordítani. Szerintem ez szemantikai kérdés, mert az amatőr szónak a kettős megítélése abból fakad, hogy van ennek valóban egy hivatalos jelentés, az, hogy nincs ilyen papírod, másrészt nem keresel pénzt vele, erre mondják, hogy amatőr, valóban az, hogy az Ákos mondja még az előző rendszerből fakadóan, aminek akkor szerintem nem volt ennyire pejoratív jelentése, mert ami hozzá csatlakozik, hogyha valakire rámondják, hogy amatőr, azt úgy is értik, hogy a munkáján belül esetleg egy alacsonyabb színvonalon tevékenykedik, hogy milyen amatőr dolog, milyen amatőr megoldás, ismerjük ezeket a kifejezéseket. Nyilván mi nem ezt vesszük magunkra. Hát van egy olyan kifejezés, hogy műkedvelő, amit ugye szintén szoktak használni. Az egyik kritikában írták le rólunk egyébként ezt, amit most az örökség csoporta eszünkbe rabott, és egy nagyon jó nevű és által nagyon kedvelt kritikus fogalmazott úgy, hogy nem a szó pejoratív értelemben igazi műkedvelő társulat, hiszen mi azért hoztunk létre egy előadást, mert azt a művet konkrétan nagyon szeretjük és meg akartuk csinálni. Tehát ez a jó értelembe vett kifejezés a dolognak. Szerintem az lehet egyébként a probléma, hogy az emberek összekeverik a 80-as évek diák színpadával ezt az egészet, amikor mindenki hozott egy széket, fekete pólóba elmondott valamit, és akkor esetleg volt egy létra vagy egy kád a színpadon. Létra, hát igen, ezek ilyen dolgok, és szerintem egy csomó embernek ez maradt meg a fejében, illetve az, hogy elmegyek a kisfiamékat megnézni az érettségén, hogy eljátsszák a nem tudom mit, vagy előadják a nem tudom mit, és szerintem egy csomó ember ez beragad, és amikor eljönnek mondjuk hozzánk az igézőbe, vagy megnézik az örökséget, akkor utána jönnek, hogy hát ez nem olyan volt, mint amire számítottunk, mert azt hittük, hogy, és akkor elmondják ezeket a kliséket. Nincs benne létra. Nincs benne létre. Mester emberekben van, de az sem amatőr. Nincs Hamletben is. Vannak olyan területek, például egyébként azon gondolkoztam, hogy talán még a színházaknál jobban erősebben megkülönböztet, amikor amatőr zenekarokról beszélünk. Az amatőr zenekarok is általában rengeteget próbálnak, iszonyúan szeretik, amit csinálnak, valószínűleg talán még erősebb is bennük a motiváció, mint annak, aki 20 éve járja a fesztiválokat, és már saját dalait is unja, de jó pénzt keres vele. Az amatőr zenekar az még tényleg a szívből, a szerelemből, a meggyőződésből, valamiféle elhivatottságból csinálja, és egészen addig amatőr, amíg azt nem mondja neki egy tehetségkutatón valaki, vagy egy menedzser, hogy figyelj, marha jók vagytok, akkor holnap felléptek egy előzenekarnak, holnap után pedig már akkor kiadtok egy lemezt, meg megyünk fesztiválozni, és akkor onnantól kezdve senki nem mondja azt, hogy ez egy amatőr zenekar, pedig jó esetben ugyanaz a motiváció és ugyanaz a színvonal jellemzi. És ugyanúgy nincs meg a papírjuk attól, hogy azt mondta. Igen. És hát ami nagyon fontos, hogy az elvégzett munka, amiről itt már esett szó, tehát azért bármilyen amatőr színházi vagy produkció létrehozása mögött elképesztő munka van, főleg úgy, hogy valóban az embereknek ezt a szabadidejükből kell ugye kihasítani, úgyhogy szerintem ezért is. Az én nagy szellemi mentorom, akinél én annak idején tanultam, és aki ezt a rengetegszer elmesélt és az életrajzi könyvében is leírta, Jordán Tamás, aki most ünnepelt a 80. születésnapját, hogy ő neki az egész identitását, az egész szellemi alapvetését az egyetemi színpad határozta meg annak idején, a budapesti egyetemi színpad, ahova ő földmérnök egyetemistaként, akit nem vettek fel a színművészeti főiskolára soha, földmérnöknek tanult, és ilyen műkedvelőként járt az egyetemi színpadra, és ott ismert meg olyan fantasztikus szellemi műhelyeket, amelyekből egyébként aztán egy csomó később ismert színész kikerült, akik hivatalos profi színészek lettek, és hogy az a fajta szellemi szabadság, ami ott az egyetemi színpadon létezett, az ugye abban a rendszerben azért a 60-as, 70-es évek Magyarországon még nagyon sok helyen nem volt.
hogy ez jelentett eredetileg ez az amatőr mozgalom, hogy csomó olyasmit csinálhattak, amit lehet, hogy kevesebben láttak, kevesebb figyelem volt rá, de emiatt sokkal szabadabban is. Uh-huh. És szerintem valahol ez a szellemiség egyébként ma is megvan. Tehát, uh-huh. hogy mi kevésbé vagyunk keretek közé szorítva. Nyilván a másik része a dolognak, hogy kevesebb is a lehetőségünk, meg rosszabb keretek között csináljuk, de ez a része szerintem megvan, és én ezt szeretem benne a legjobban. És közben azért lehetnek lehetőségek is, amik, ahogy mondtad az előbb, hogy felfedezik mondjuk az amatőrzenészt, azért nálatok is benne van ez a pakliban, sőt, tehát Misit is azért már láttuk sok-sok szerepben is például. Igen, hogyha valaki emellé szerintem teljes elkötelezettséggel áll, mint ahogy Misi most már évtizedek óta, pedig fiatal emberről van szó. Hát szerintem nyugodtan mondhatjuk, tényleg elképesztő mennyiségű szerep, aki őt látta különböző független produkciókban, de most már ugyanúgy a Julius Caesarban, vagy ahogy ő említette, ugye Veszprémi Színházban, hogy igen, valóban, erre szerintem talán egyébként ez a vidéki bázison történő működés, ez talán még több esélyt is ad, hiszen itt azért szűkebbek a merítési lehetőségek, és itt azért ki lehet tűnni. De gondolom ezt Misi jobban tudja. Nem tudom. Igen. Nem, egyébként tényleg idősebb végzett színészek is javasolják azt a frissen végzett színészeknek, hogy menjetek el vidékre, próbáljátok ott ki magatokat, ott kaphattok nagyobb szerepeket, vagy nagyobb skálán mozgó karaktereket formálhatnak meg, és akkor utána már egy jó gyakorlattal tudnak felmenni a fővárosba, hogyha úgy döntenek. Ezt egyébként több fiatal, most végzett színész ismerősömtől hallottam, hogy ezt a tanácsot kapták. Uh-huh. Szóval igen. És egyébként mit láttok különbségnek, mert hogy ugye mondtátok, hogy ugye munka mellett kell csinálni, akkor nem tudom, gondolom éjszaka mormoljátok be a szövegeket, de magában az előadásban, meg most az, hogy nincs esetleg színészi képesítésetek, én, mint néző például, amikor a ti előadásotokat láttam, vagy téged bármiben, nem láttam különbséget a színészi játékban. Mármint, hogy nyilván vannak egyébként a profik között is különbségek, de hogy azt, hogy amatőr, azt tényleg nem lehet rámondani. Szerintem nem, azt nem szabad lebecsülni, hogy azért ennek a szakmának is vannak olyan tanulható és az évek során elsajátított nem tudom, fogásai, meg módszerek, meg bizonyos dolgokat létrehozó metódusok, amiket tényleg megtanulnak, sokkal hatásosabban, hatékonyabban alkalmaznak olyan szakemberektől, tudja valaki, gondolom én, egy színművészeti iskolában, főiskolán, egyetemen tanulni, ami azért nekünk nem adatik meg. És ahhoz tudnám hasonlítani, egyébként nekem nagyon, nagyon erős ez a hasonlat bennem, hogy mivel világegyetemben a másik nagy hobbim a sport volt, hogy én állandóan fociztam tényleg óvodáskortól, még itt most Bauer Tibi megint ott kint a túloldal, ugye nemrég meg az ő városi kispályás csapatában adás rendező kollégákról beszélek, és az én foci tudásom az abba merült ki, soha nem játszottam egyesületben, hanem mindig játszottunk a barátokkal. És az ember adott esetben érezhette úgy, hogy abban a körben ő egész jó, mikor a bölcsészkaron, a kollégiumban fociztunk minden egyes nap a hátsó pályán a pécsi stadion mögött, akkor marha jónak érezhette magát az ember. Aztán elment játszani az egyetemi bajnokságban, ahol már testnevelés szakos, adott esetben focista gyerekekkel is találkozott, és aztán nem beszélve arról, amikor néha még ennél is komolyabb szintű ellenfelekkel játszott, hogy hát azért teljesen más, hogy ők a labdához érnek, teljesen más, hogy ők passzolnak, annak az élessége, a sebessége, a tudatossága, de ettől még a focit én ugyanúgy élvezem, és bizonyos keretek közt lehetek jó benne. És itt is azt gondolom, hogy aki tényleg nem csak a nyilván a tehetség egy abszolút meghatározó dolog, de tehetséges emberek az amatőrök között is vannak. Nagyon sok minden van, amire azt érzi az ember, hogy hát igen, ezt azért. Most a konkrét példánál maradva, itt a következő bemutatónkra készülünk, és nem árulok el részleteket, van egy profi színész ismerőse Ákosnak, aki nemrég még itt játszott Fehérváron egyébként, és segít nekünk annyiban, hogy a hangja meg fog szólalni a műsorban, a darabban, meg hát bizonyos tekintetben az arca is, de nem lesz a színpadon, tehát nem ő fog játszani. És amikor én meghallottam, hogy ő hogy mondott fel egy olyan szövegrészletet, ami majd elhangzik a darabban, most ennek a hangfájla már megvan, akkor mondtam, hogy hát ezt mi így az életben nem tudnánk. Tehát, hogy hangban olyan erős, hatékony, hatásos legyen, ehhez valószínűleg tényleg színésznek kell lenni.
De biztos vagyok benne, hogy aki tényleg évtizedeket tölt el a mozgalomban, a történészek között, arra azért nagyon sok minden ragad az alapvető tehetség mellett, amivel ezt akár utolérheti. Mindjárt mondok erre valamit, csak még az előbb akartam mondani, hogy azért ami nagyon jó, és amit én nagyon-nagyon szeretek, és nagyon büszke vagyok rá, hogy azért az átjárás a két terület között az létezik, tehát nem arról van szó, hogy a hivatalos színészek, most itt az Oli is mondott egy példát, azok lenéznék, vagy úgy nem vennék igazából komolyan ezt. Nyilván a saját elfoglaltságuk, meg a saját nagyon sűrű rendjük miatt nem biztos, hogy sokszor járnak el független vagy amatőr előadásokra. De például a fesztiválokon olyan elképesztő nevű, tekintélyes színházi szakemberek áldozzák arra akár az egész hétvégéjüket reggeltől estig, hogy a csetlő-botló messziről jött amatőröket megnézik, komolyan veszik, zsűrizik, szakmai észrevételeket tesznek, nem semmiféle válveregetős metódus nincs ebben. Hát én amikor Aser Tamással kezet foghattam a Balassa gyarmaton, amikor átvettük tőle egy külöldét, azt mondtam, hogy most egy hétig nem mosok kezet. Tehát nekem az életem egyik legnagyobb élménye volt, hogy Európa egyik létező legnagyobb színházi rendezője. Egy hétvégén, de még tényleg hajnal kettőkor láttuk az Asert ott állni az udvar, beszélgetett a résztvevőkkel, ott egy borral, tehát hogy ez egy óriási élmény. Ami viszont ugye a valóban a különbség, és amiben sajnos mi sose fogjuk elérni őket, az a ráfordított idő. Tehát a mi tevékenységünk amellett, hogy mindenkinek van saját munkája, meg saját családja, az általában heti egy vagy max. Két próba egy adott darabról, és akkor abból kell mindig kihozni a legtöbbet. Ez valamilyen szinten végig egy ilyen rohan munka, egy ilyen rendelkező próbaszerű dolog. Tehát nekünk arra, hogy mondjuk egy színházi folyamatban két hónapig próbálnak egy darabot, és ez minden nap, minden hétköznap napi 4 órát jelent, ott van arra idő, hogy akár egy párbeszédet, vagy 8-at, igen, bocsánat, a délelőtt délután 4-4 óra. Tehát az, hogy bejön a színész, leül a székbe, és azt mondja a rendező, hogy gyere még egyszer. És ezt megcsinálják mondjuk 1,5 órán keresztül, hogy mert nem tetszik neki. Tehát ilyen nekünk nincsen. Tehát én azt mondom Misinek este 6-kor, amikor nagy nehezen össze tudunk jönni, ezért akkor most Misik, a bejöveteletet 7-8-ig próbáljuk, hát a többiek azok meglincselnének. Én egyébként szeretem az ilyet, csak hát nyilván nincs rá idő. Akkor szóljál, legközelebb megcsináljuk. Amikor van erre lehetőség, én szeretem, hogyha ki vannak. Abszolút, a színházi próba lényege az ez az elemzés, ez a fajta elemzés, akár egy mondatnak, akár egy gesztusnak a... De hát minket azért nyilván az köt, hogy nincs végtelen időnk rá. Igen. És a másik meg a körülmények, de most nem tudom, hogy ezt elkezdjük-e, mert akkor szerintem nem lesz olyan jó hangulat, tehát hogy milyen körülmények között kell dolgozni, vagy csinálni, úgyhogy inkább beszéljünk másról. És a szövegtanulás az hogy? Tehát... Én sehogy. Nekem mindig ez volt, ha jön hozzám színész, ismerős, kolléga, barát, akárki, akivel jobban vagyok, mindig megkérdezem, hogy hogy az Istenbe csináljátok. Egyébként én elárulom, hogy én meg a színművészeti főiskolára, akkor még főiskolára szerettem volna menni, de én meg egyszerűen képtelen vagyok a szövegtanulásra. Hát 3 mondatos felkonfokat nem bírok meg. Komolyan, ez nekem valahogy egy ilyen hátrányom, hogy nem bírom a szövegeket megjegyezni. Hogy az Istenbe veritek a fejetekbe, és mikor? Szerintem az Ákosnak fotografikus memóriája. Nem, nincs semmilyen. Egy csomószor ez van, hogy szöveg nélkül így áll, most ugye rendezi az új előadást, elrontok két szót, és így bemondja, hogy nem úgy van. De ez azért, mert ezt a darabot, a Caligula helytartóját, ezt én kb. 20 éves korom óta 50-szer elolvastam, egyszer már játszottam is, láttam 8-szor, tehát nagyjából ugye a fejemben vannak a mondatok. Ja, de mondok egy, tehát az örökségben viszont, amiben sokkal prózaibb szövegek vannak, ott ugye végig a színpadon vagyok, és totál hétköznapi párbeszédek, mert hogy vagy, jó, mi van, szóval ilyen szöveg. Hát ott én még a bemutatón se tudtam rendesen a szöveget, tehát egyszerűen az, hogy nincsenek nagy monológok, meg nincsenek nagy hosszú cirádák, viszont az, hogy mikor kell azt a végszót, hogy a harmadik aha, meg a negyedik ühüm az hogy van, tehát ez, én ott teljesen pánikban voltam, hogy azt én el fogom szúrni, és hát nem tudom hány előadásnak kellett lemenni, amikor azt mondtam, hogy jó, most úgy nagyjából már tudom, hogy hol az eleje, meg a vége. De egyébként én úgy vagyok vele, hogy én szöveget tanulni úgy soha nem tudtam, hogy leülök a padra egy téren, vagy leülök este az asztalhoz és olvasom, hanem igazán mindig próba közben. Tehát az ember, hogy mondja, csinálja jelet, úgy rögzül. Úgy van, hogy régebben egy ilyen 2-3 után megmaradt, de most már így valószínűleg túl sok minden van a fejemben, vagy
túl sok dolgot csinálok egyszerre, meg öregszem. Nyilván nem 22 éves vagyok, hanem 36, és biztos ez is közrejátszik persze, úgyhogy most már nekem is az van, de próbál, de mondjuk a Caligula helytartóját, az pont, hogy otthon le kell ülnöm és tanulnom, mert ráadásul az ugye versben. Jambikus, igen, az kemény. És muszáj, mert hogy ha nem jut eszembe egy szó, nem helyettesíthetem be valami teljesen mással. Hát elég sokszor megcsináljátok pedig. Hát a végén tudom. Azért úgyis be fogjuk helyettesíteni, mert az pillanat. Persze, és hát nyilván akkor muszáj tovább menni, csak azért igyekszem ennél, szóval ennél pont leültem, és mindig próbálom, meg gyalogjárok dolgozni, és akkor közben hozzá hallottam. Kell tenni, hogy a Misi teljesítményét az is tényleg elképesztővel kell. Most én abbra gondolok, hogy milyen darabokban láttam őt, csak a közelmúltban. Hát vagy arról van szó, hogy egy pár személyes darab, ahol nyilvánul kevés szereplő van, ott sok a szöveg egy embernek, és akár a Pánikot, akár az Emigránsokat, kettő meg három személyes darabokat nézzük. És akkor ott van a monodrámája, ami meg ugye egyedül kell, hogy elvigyen egy teljes színdarabot. Tehát ez iszonyatos szövegmennyiség. Az Örökségben tök jó lenne, ha egy szerepet játszan, alig lenne szövege, de ott megjátszik hármat vagy négyet. Tehát ott meg megint az, hogy két jelenet között a mutka pont gondolkoztam, most legutóbb Pécsen játszottuk, hogy egyszer már föl kéne venni egy színfalak mögött ilyen gyors öltözést kamerával, és ölteni, hogy lesz rendőrből drogos férfi, meg drogos férfiből polgármester nagyjából egy perc alatt. Tehát, hogy ott meg ez, hogy keveredhet az ember fejéből, hogy most melyik szerepben vagyok, föl van neki ragasztva, meg a Katának ugye a másik ilyen fregoli szereplőknek egy papíron, hogy most éppen milyen átöltözés jön, mert nekünk nincs megöltöztető nőink, meg nincs időnk rá. És ott is, tehát hogy ez is szöveggel valóban úgy jár, hogy el tudom képzelni, hogy milyen zavar lehet a fejben, hogy most akkor éppen melyik vagyok, és mi a szövegem, és mit kell mondani. Na azért mondjuk szerintem szerepeket nem kever össze az ember, az nagyon fura lenne. Nem tudom, Ákos sem mondta, hogy egy jelenet, egy szerepében azt az egy jelenetet. Nem, szerintem se lehet nagyon úgy szöveget tanulni, hogy olvassa az ember. Tényleg abba kell bízni, hogy sokszor mondod, és akkor majd így megjegyzed. Csak amikor egyszer játszottuk ezt a Caligula helytartóját egy ilyen alkalmi társulat, akkor volt a 21 éves, és a főszerepet játszó srác az Orosz Robi, aki azóta profi színész, együtt mentünk annak idején a Jordához, és ő Szombathelyen játszik. A Robi akkor még itt az Árpádban tanult ilyen érettségi után, valami műszaki akárminek, és hát ő azt csinálta, hogy ő leragasztotta a színpad elejére egy kis cédulát, ott Petronaszok ott kell ülni, és akkor így időnként így lenézett rá, és azt tehát, akkor még ilyen pályakezdők, így ezt ma már nem tenné meg, de hát vannak ilyenek. Ugye a Molnár Ferenc, aki mindent tudott a színházról, beépítette ezt a Játékakastélyban darabjában van, ahol a számára ellenszenves figurát azzal is kifejezte az ellenszenvét, hogy neki kell a leghosszabb és legkimondhatatlanabb neveket, ugye itt egy darab van a darabban. Van egy báró, akivel eljátszott egy öreg szeretőt, akinek olyan neveket kell kimondani, hogy a színész képtel megjegyezni, és akkor azt csinálja, hogy mindenhova ragaszt az égvilágon cetniket, amerre jár, és akkor fölemeli a ez bohát. Ez Molnárnál nincs benne, ez Mohácsinál volt benne, tehát ez a Molnár Ferenc nem írta ezt bele, ezt a Mohácsi János, amikor megrendezte a dolgot, ez az ő ötlete volt, és azóta ezt átvették, csak úgy mondom, zárójelben. És egyébként vannak még ilyen hasonló trükkjeitek, amit így meg lehet osztani a nézőkkel? Hát nem nagyon, inkább az a kérdés, hogy amikor jön egy olyan pillanat, hogy hirtelen az ember ilyen akkor ki az, és mi az, és hogyan Na, tud segíteni. Ebben viszont nincs különbség amatőr és hivatalos között. Tehát ezt a profik is ugyanígy mondják, hogy minden profi színésznek a legnagyobb rémálma ez a függöny. Tehát az, hogy Vagy amikor a partnere teljesen rossz szöveget kezd mondjuk három oldallal előrébb mondani. Vannak ebben a darabban is, amit most próbálunk a Caligula helytartójában, visszatérő mondatok, amiknek bizonyos helyen más lesz a folytatása is. Tehát abba belegondolod, hogy neked még lenne ott egy pár beszédet, de a szereplőtársad már kettővel előrébb jár, mert rosszat kezd mondani. De ebbe bele se akarok gondolni, hogy ilyenkor hogy zökkented vissza a darabot a megfelelő helyre. Hát visszamész. Diák színpadommal csináltunk egy előadást, tavaly játszottuk sokszor, azt én írtam nekik, és a bemutatón volt az, hogy az első, legelső előadás alatt két monológ kimaradt.
Én az egyiket észrevettem, a másikat nem. Arab közül, és akkor röhögtek ott a végén. Mondom, Enci, hol volt a monológod? És akkor megszól más, és enyém se volt. Valahogy ott átugrottak rajta, és nagyon rutinosan megoldották, mert nem vettem észre. Tehát van ilyen. Meg hát az ilyenek, hogy amikor én láttalak titeket, tehát Zoli, még beteg voltál akkor. És hát láttam rajtad, hogy rád jött ez a köhögőroham. És én pont azon gondolkodtam, hogy ez hogy lehet, hogy én nem biztos, hogy... Építsd bele! Igen, tehát hogy ez lehetett is egyébként, de hogy én nem biztos, hogy ezt így kibírnám. Tehát, hogy amikor hát van ez a nagyon kaparó köhögés. Tényleg a fülén órán mindenhol. Igen, mert az örökségben az utolsó negyed órát úgy töltöm, hogy kiindulok egy padon a színpad szélén, nincsen megszólalásom, ott mások beszélgettek. Negyed óra. Hát az egy negyed óra egyébként. És akkor csak így nézek magam elé, ami eleve egy olyan nehéz dolog, mert szerintem annál nincs nehezebb úgy színpadi jelenlétet csinálni, hogy nincs szöveged. De meg szoktam tudni oldani, viszont akkor, amikor tényleg azt éreztem, hogy beszélget a Misi meg az Ákos a jelenetben, én meg így... Igen. Ahogy levegőt veszek, köhögnék. Ezt most nem mondod, hogy te akkor ott vagy. Hát ott ül végig a lúd. Komolyan? Rögötted ül. Most úgy mondjam, hogy nem ő rendezte volna oda. Tehát a 30. előadáson most így realizálom, hogy a tesó az ott ül mögöttem végig. De most Ákos, te rendezted így a darabot. Nem jutott de már ilyenre nem emlékszem. Szóval az egyik előadáson nem ült ott, mikor elfelejtettük a széket bevinni. Ja, igen, tehát ez szóval, hogy ez nagyon kínos tud lenni, és hogy ezt hogy tudjátok így átvészelni. Van egy ilyen koncentrált állapot, amiben bizonyos mértékig elfelejted ezt. De ez nem csak a színpadon van így, amikor meccset közvetitek, akkor is ugyanez van, hogy előtte iszom literszámra teát, hogy meg sem bírok szólalni, meg köhögök, meg minden. Elkezdődik a meccs, az ember figyel, beszél, és akkor nem foglalkozik vele. Van így egy kicsit más tudatállapot. És akkor vége van, akkor nem tudom, hogy csináltam. Mert most ugyanez van a színpadon is, hogy bizonyos szintig el tudod felejteni. Volt olyan egyébként tényleg, hogy annyira rosszul éreztem magam, vagy annyira nem volt hangom, hogy nem tudja az ember kínhagyni. De ez tényleg, és én ezt imádom egyébként ebben az egészben, ebben a színpadban, hogy ott egyszerűen, mintha egy angyal átváltoztatna az embert. Nem? Tehát bemész a színpadra, és onnantól kezdve egyszer más vagy, más világban vagy. Hát van egy kedvenc jelenetben, és nem tudom, hogy szabad-e mondani a műsorban, a Birdmanből emlékeztek, a Edward Nortonra? Ugye az Oscar-díjas film, a Michael Keaton kapta ért az Oscar-díjat, ez egy színházi társulat, és ott van az Edward Norton, aki egy zseniális színész, talán az egyik legnagyobb manapság. Játszik egy fiatal színészt, akinek a darabban az a szerepe, hogy finoman a főszereplő nőt üldözi a szerelmével, de úgy, hogy ennek a testi jelei is megvannak, most nem tudom finomabban kifejezni, tehát magyarul óriási erekcióval szaladgál a nő után a színpadon. És van egy másik része a filmnek, amikor ugyanezt a színészőt megpróbálja a színpadon kívül becserkészni, és kiderül, hogy hát nem áll fel neki. És akkor mondja neki a nő, hogy de hát hogy lehet, hát a színpad, és mondja az elvállalatot, a színpadon bármit el tudok játszani. és ez körülbelül, nyilván ennek volt a metaforája, hogy egy színész ott az teljesen más. Jól érzem azt, hogy ha mondjuk most visszamehetnétek az időben, mondjuk ti ketten, talán, de egy kicsit visszamehetnétek az időben, akkor mondjuk nem kezdenétek úgy a pályafutást, hogy akkor rögtön a színművészetire és profinak. Hát úgy kezdtük volna, ha felvesznek. Én elkezdtem, és aztán elmenekültem. Tehát azért mondom, hogy egyáltalán nem biztos. Uh-huh. Tehát a színművészetre nem vettek föl, engem annak idején a Merlin Színházba, amikor a Jordán Tamás és a Lázár Kati ott elindította a szín tanodáját, oda vettek fel, és ott kezdtem el, és én ott tanultam gyakorlatilag színészetet, és én onnan egy év múlva elmenekültem, nem azért, mert rossz volt, ellenkezőleg életem legfontosabb éve volt, csak hát rájöttem, hogy egyszer ez a színészet, ez az egész életmód, meg ez a iszonyatos, sűrű, tehát ez az, amiben az amatőr színházat választom, hogy nem kell meghalni bele, nem kell beledögleni minden nap. A színészetben, hogyha ezt te professzionálisan csinálod, akkor egyszer mindenedet arra kell föltenni. És én nekem az túl, tehát nekem az nem volt jó. Tehát nekem nem volt kényelmes, komfortzónámon kívül volt, nem éreztem jól magam. Úgyhogy én valószínűleg nem választanám ezt. Én imádom a színészeket, a mai napig rajongója vagyok mindenkinek. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy egészen csodálatos magyar színészekkel vagyok jó viszonyban. Írtam róluk könyvet, tehát hogy nekem ez annyira most teljessé teszi.
ez a misiékkel, ezzel a csapattal ez a játék, hogy én most nem vágyom ennél többre. Uh-huh. Megint zárójelben arra vágyom, hogy jobb körülmények között tudjunk dolgozni. És Misi, te nem kanyarodtál volna arra? Hát én elmentem Kaposvárra felvételizni, és nem is tudom, hogy 2008-ban vagy 2009-ben, akkor nem vettek oda fel, de igazából nekem is egy kicsit ez volt, mint az Ákosnak, hogy amikor megláttam, hogy valójában ez hogy működik, tehát hogy ott vannak reggel 10-től este 10-ig a színházban, aztán rohannak másik színházba, vagy haza, vagy szinkronizálni, vagy nem tudom. Meg egyszerre 3-4 darabban, vagy nem tudom hányban. De aztán igen, az az érdekes, hogy és annak ellenére, hogy direkt ezért nem is szerettem volna egy idő után már kőszínházban dolgozni, most tulajdonképpen ugyanezt csinálom az igézőben, csak van egy munkahelyem, ahol bemegyek 8-tól 5-ig, és akkor utána 6-ra megyek az igézőbe, és akkor egy héten 2-3-szor vagy 4-szer van egy próbám, és akkor pénteken vagy szombaton, vagy pénteken és szombaton meg előadásom. Szóval, de ez persze már az én, hogy mondjam, hülyeségem, hogy bevállalok egyszerre több. Hát mondjuk nem tudom, hogy igen, az örökségcsoport is most már társulat, amikor indult, akkor csak projekt volt. Meg ugye akkor a Matuz János szokott hívni engem városi rendezvényekre, illetve hogyha még esetleg bekerülünk egy Vörösmarty színházas előadásba is, akkor meg aztán ugye ott szinte végig ugyanúgy ott kell lennünk a próbákon, és akkor van belőle szériába 11-12 egymás után, akkor olyankor a Szabad Színházban nem nagyon tudunk játszani, és akkor amikor a többi színésznek mondjuk a pihenő napja van, mert hétfő van, vagy kedd, vagy azt mondják, hogy jó főpróba, 7 meg 20 előadás, akkor most pihenjetek, mi akkor be kell, hogy pótoljuk az igézőben, mert hogy ott meg nem volt előadás. Szóval, és mellette ugye bejárunk 8-5-ig dolgozni, szóval igazából mindent összevéve rosszabbul jártam szerintem, hogy nem ezt választottam. De érdemes lenne, hát neked ide jönnek azért színész vendégek is, egyszer kérdezd meg valamelyiket, hogy ő hogy érzi, hogy megérte el, meg ez az-e, amit ő elképzel. Van az emberek fejében, nyilván amikor erről beszélünk, hogy színészek, van körülbelül 200 magyar színész, aki az összes sorozatban szerepel, akit ismernek, és azt gondolják, hogy mekkora sikeres, csili-vili és népszerű élet. Még nekik is, ez csak az egy szelete, tehát még nekik is, legalábbis a jobbaknak, szerintem elképesztő fizikai, mentális és lelki megterhelés. Nem túl jó megélhetésért az esetek 80%-ában, mert azért tényleg nem azokból a színészekből, akik kiindulnak, akik esetleg kapnak egy nagy filmszerepet, ők kevesen vannak, és még a legeslegjobbak is tényleg a belüket kidolgozzák, tehát nem tudom, miközben valóban egy olyan munka, amiben nem lehet félig benne lenni, és szerintem iszonyat igénybevétel. Jártak már itt egyébként színészek, én azt vettem észre, hogy bár elmondják, hogy mennyire nehéz, de hogy ez az életük. Tehát, hogy egyszerűen annyira nagy szenvedélyet csinálják, hogy minden körülményt vállalnak. De aki színész lesz, az azért lesz az, mert egy gyerek marad, tehát játszani akar. Tehát a színház az akármilyen kemény meló, és tényleg néha bele kell pusztulni, bár nem szerencsés, de hogy alapjában az játék. Tehát ugye hát egész életedet azzal töltheted, hogy játszol. Úgyhogy nem csodálom, hogy ők nagyon szeretik, és mondom, ezt a részét, ezt én is imádom, és hogyha nekem valaki azt mondaná, hogy figyelj, csak annyi pénzed lesz egész életedben, hogy mostantól csinálhatod, amit szeretnél, én azt itt most aláírnám, tehát biztos, hogy akkor én elkezdenék valami amatőr színházat, vagy ilyen független színházat csinálni, gründolni, és akkor azt mondanám, hogy köszönöm szépen. Tehát nekem igazából ez bőven elég lenne. De szerintem ezzel ők is így van. Igen. Na, egy picit menjünk vissza a múltba, és beszéljük meg azt, hogy ki hogy jutott el idáig, mert ugye azért ti talán nagyon sokat fociztatok együtt, de azért már az iskolában is, ha jól tudom, akkor szerettetek mondjuk versekkel foglalkozni, és a többi mai napig is azért talán Zoli írsz is, te is könyvet is írtál, tehát azért van a véretekben ez, tehát hogy jött minden bele az életetekbe, meg aztán egy picit azért a sportriporterkedést is vegyük bele, mert most ugyan nem beszéltünk még erről. Hát ha akarja, eljátszhatja. Én nem szeretem a focit. És hogy még mi mindent csináltok, majd akkor a Misiről is. De akkor most kezdjük veled.
Hogy hát, hogy honnan indultál, és hogy érkeztél meg a mai napba? Hát én hogy volt? 2000-ben, vagy 2000-ben, igen, akkor voltam 8-as. Első fél évben mondta az egyik barátom, hogy menjünk el a Ribizli Színpad nevű gyerek csoporthoz, amit egyébként a Vörösmarty Társaságnak a termében csináltak a Kossuth utcában, még a Farkasi Csilla és a Szekeres Ági. És oda elmentem, de igazából azért kellett menni, mert ennek a haveromnak tetszett az egyik lány, aki oda járt. Oh. És akkor mondta, menjek már el vele, és akkor elmentem vele. Aztán igazából a Kovács Máté, aki a Szabad Színház tagja egy a születésétől fogva, illetve a Szabó Bence, aki szintén a születésétől fog. Ők ott voltak szintén, mint gyerekszínjátszók, mert ugye akkor a Szabad Színházak még nem volt gyerek részlege, és nem nagyon tudták őket belerakni előadásokba, és szerintem egy kicsit ezért is támogatta Judit akkor, hogy legyen ez a Ribizli Színpad, és akkor oda járt a Máté, meg a Bence, meg még a Bence öccse is egyébként, aki most már ugye dobos lett, szóval ő zenész lett, és ott találkoztam velük. És akkor azt hiszem, hogy 2006-ig, vagy ilyesmi, jártunk ebbe a Ribizli Színpadba, hogy akkor már idősebbek lettünk, akkor tudtunk olyan előadásokat is csinálni, amik, mit tudom én, tűvétevők, amik egy kicsit ilyen felnőttesebb. Aztán ez így szétesett, mert mindenki elment középiskolába, meg főiskolára, meg nem tudom, aztán ez így tulajdonképpen megszűnt, és akkor egy pár évvel később, 2007-ben szerintem, a Máté összehozott egy ilyen ribizlis csörözést, vagy nem tudom, hogy kivel mi van. És akkor mondta nekem, meg egy másik barátomnak, a Kovács Lucinak, hogy menjünk már januárban, minden szerdán próbálnak. Egyébként érdekesség, hogy 1958 óta mindig szerdán van a Szabad Színházas próba. Uh-huh. Most lesz 65 éves a színpad, és mindig szerdán volt a próba. És akkor a Máté mondta, hogy hát szerdánként ott vannak, és mondták, hogy január 9 szerda, azt hiszem az volt az első olyan, amikor mentek. És akkor gyertek, és akkor mentem. És akkor aztán ott ragadtam. És ezt beszoktad írni az életrajzodban, hogy Ribizli Színpad? Jó hangzik, nem? meg ez a Ribizli sörözés, annyiféle sör de van nem, manapság, de Ribizli még nem. Tehát, azért hogy... Ribizli, mert van a Virágkoldusok, a Berzsián és Dideki egyik fejezete, a Virágkoldusok, ebben a kiskutyát hívják Ribizlinek. És mellette azért van egy becses munkahelyed is. Igen, hát van. Hát dolgoztam többféle multicégnél itt Fehérváron. Mondjuk nem váltogatom gyakran, mert az előzőt azt 8 év után hagytam ott, és akkor most tartok itt a 6., ahol most vagyok. Uh-huh. Ja, úgyhogy ezt csinált. Ilyen HR rendszernek vagyok a technikai támogatója, szóval emberekkel nem kell dolgoznom. arra van a szint. Azt megcsinálod utána. Nem engednek oda. Tehát amikor meleged lesz, akkor a munkában legalább ezt egy kicsit. Igen. Meg jó, mert tök jó csapat van, félig fele Amerikában van, a fele itthon van, főnököm is Amerikában van, és az akkor... Jó. De egyébként ilyen tök laza, szóval... Molnár Ferenc, ez pont fordítva van, neki van egy ilyen mondata, hogy a színész mindig próba után kimegy az állatkertbe, és csak aki színészek közt tud dolgozni, azt tudja, milyen megnyugtató utána nézni a fennevadakat a rács mögött. Ja, hát igen, szeretek amúgy oda is bejárni, úgy tényleg megnyugtat, de azért nyilván főleg azért járok bedolgozni, mert onnan tudok venni majd magamnak kenyeret, meg ilyesmit. Na, hát a Misinél úgy van, hogy két előadás között egy kicsit dolgozik. Nálunk még egy kicsit talán fordítva itt a munka. Nem, azért az első. Azért megcsinálom a munkámat is normálisan, hát, meg hogyha, ha úgy van, hogy mit tudom én, mondjuk most Pécsen játszottunk, akkor inkább kiveszek Szabit, és akkor, mert az nem szeretem ezt a azért, hogy ja, most akkor egyik bent leszek, aztán utána elmegyek, és még este megcsinálom a maradékot, és akkor, mert hogy az nem is a többiekkel szemben sem fair, hogy én most kibeugrálok a munkahelyemről. Na most csak ehhez annyit egyébként, hogy ugye például jövő szombaton Bécsben játsszuk az Örökséget, most először külföldre, és ez lesz a 30. előadásunk, úgyhogy olyan abszolút méltó szerintem, és hát
Misi szombat délután még ugye Julius Cézárt próbál itt Fehérváron, és utána lesz neki akkor 4-5 órája, hogy kiérjen Bécsbe este amatőr színpadon játszani. Tehát azért itt, amikor az amatőr visszatérhetnénk hozzá, hogy ki az amatőr igazából, mindez egy hétvégén, akkor, amikor ugye az átlagember a családdal van, vagy legalábbis próbál időt szakítani rá. De viszont pénzt kapunk érte. Nem, hát egymásra sikerült ott szervezni a kettőt, úgyhogy emiatt a 6. Julius Cézárban ugranak helyettem, de ezért itt kell lennem a szombat délelőtti próbán, hogy a beugró tudja, hogy mit kell csinálni. Elértük, hogy miattunk helyettesíteni kell egy színészt a Vörös Marti Színházak sorgásával. Igen, mondjuk ez előbb lett lebeszélve, csak nem lehetett. Nem mindegy, összecsúsztak a dolgok, és akkor ugye így 6. itt valaki más lesz helyettem, én megyek Bécsbe, aztán vasárnap vissza, és akkor a vasárnap estiben én vagyok a Julius Cézárban. Az igen. És a karikatúrákkal mi újság? Hát szoktam rajzolni. Így firkálgat. Szoktam rajzolni. Nem tudom, mostanában, szóval ahhoz az kell, hogy az embernek legyen azért egy olyan idegállapota, hogy viccesen tudjon ránézni a dolgokra. És ugye nyilván ez az kell, hogy ne legyen túlterhelve, ne legyen annyi a munkája. Van olyan, hogy mostanában már nem tudok a közállapotokon nevetni, akkor se akármennyire akarok, úgyhogy mostanában inkább így magamnak rajzolgatok aztán. Mert azért így láttam ilyen miskarikatúrákat, igen. Elég jók. Majd egyszer kiállítják ezt is a színház előterében. Tényleg egy ilyen közös kiállítás, egy előadás. Majd ha lesz színházunk. Igen. Ja, nekünk nem volt ilyen, ami a Misinek, hogy hú, most akkor bemegyünk valamilyen csoportba, és akkor ott elkezdünk, emlékeim szerint legalábbis. Illetve nekem egyetlen egyszer Pécsen, amikor oda jártam egyetemre, és akkor ott tudtam, hogy van az Anna utcában egy pécsi kis színháznak nevezett amatőr színház, ami egyébként szintén egy nagyon komoly társulat volt, onnan is komoly későbbi diplomás színészek kerültek ki, vagy amatőrként be a Pécsi Nemzeti Színházba. És ott volt egyszer, hogy elmentem bölcsészkari diákként, és hallottam, hogy keresnek embert, és akkor ott volt egy ilyen mini felvétel, ami abból állt, hogy el kellett mondani egy verset négyféle idegállapotban, vagy állapotban, és másnap felhívtak, hogy tök jó volt akkor az enyém a főszerep a következő bemutatón, és így kerültem be életem egyetlen zenés mese darabjába, ahol énekelnem kellett. Igen, úgyhogy, de ezt leszámítva nem mi az Ákossal, mindig, tehát minket már óvodába cipeltek, hogyha verset kellett mondani, vagy lekötni a csoportokat, hogy majd akkor a somosok énekelnek, meg verset mondanak. Aztán utána a középiskolás diákszín játszó kör a Telekiben Orsi néni, Kóbor Istváné vezetésével az volt az első olyan társaság, ahol ezt csináltuk. Aztán utána egyetemen már magunknak csináltunk színházat. Uh-huh. És azért közben volt azért egy jó hosszú sportriporteri karrier, mondhatjuk így, mert volt, azért köszi, elég köszi, szép. Volt, köszi, volt, igen, volt jó, hát is. Van is, csak arra gondolok, hogy azért itt az országos médiumokban azért elég jelentős helyeken megfordultatok, és elég jelentős helyekről közvetítettetek, ugye? Hát igen, igen, volt, amikor az volt a fő csapásirány. Annyiban rokon szakma egyébként, hogy ez ugyanúgy egy gyerekkori álom. Tehát mi két dolgot csináltunk tényleg az Ákossal, vagy a játékállatainkkal a foci meccset és közvetítettük a gyerekszoba padlóján, vagy fociztunk, vagy pedig akkor valamiféle szereplés. És hát tulajdonképpen mind a kettőnek beteljesült egy ilyen komolyabb szinten a megvalósulása, amivel már pénzt is lehetett keresni, meg szakmai sikert aratni, úgyhogy ez így egy nagyon szerencsés dolog. Most vagyunk megint ott, hogy ez a színház, meg amit abban csinálunk, az legalább olyan fontos lett. Igen, azért volt egy 15 év körülbelül, ami nekem úgy telt el, hogy semmilyen szinten nem foglalkoztam színházzal. Tehát amikor én az egyetemet befejeztem, és elkezdtem itt a Fehérvári Médiában dolgozni, és aztán meg elkerültünk országos médiába, a plusz akkor ugye megnősültünk, család jött, tehát ott nekem... Tehát 97, amikor befejeztem az egyetemet, 2015-ig szerintem nekem a világon semmi színházi munkám, meg nem is foglalkoztam vele, és hát amikor 45 éves voltam akkor jött egy ilyen
nyilván egy ilyen valami számvetés meg, hogy jó lenne azért megint valamit csinálni, és akkor csináltam egy ilyen verses, prózás, mit tudom én, műsort, magyar meg külföldi versekből, ami erről szólt, ez a Férfikor volt a cím, és akkor ezzel álltam én nem tudom mennyi idő után először közönség elé, és hát utána jött az, hogy akkor viszont már tényleg azt mondtam, hogy meg úgy megváltozott az embernek a családi helyzete is, hogy most zárójel, akkor ez tök érdekes, hogy egyszerre változott nektek mindig az indulópont is. Jó, hát most... Jó, nekem ez tök érdekes, hogy... előfordulnak igen, az ilyen véletlen egybeesések. Ebbe azért nem menjünk bele, mert nem olyan jó lelkiismerette, de szóval hogy azért, hogy utána jött ez, hogy akkor az ember. És én tényleg sokáig annyira nem tudtam visszatérni ehhez a csapatban gondolkodáshoz, hogy mennyi vesződéssel jár ez. Ugye én megcsináltam ugye két műsort, plusz olyan megcsináltam a Toldit, amit az igézőben játszottam, de az is egy egyszemélyes, illetve kétszemélyes előadás volt. És egészen addig, amíg ebbe az Örökség című darabba bele nem botlottam a Jurányiban, Pesten, addig én bennem olyan nagyon határozottan nem volt körvonal az, hogy bármilyen társulat. Mert gondolkoztam, Judittal beszéltem néha is, hogy elmennék esetleg oda, hogy lehet-e ott valamit. És az volt egy ilyen óriási lökés, hogy én megnéztem ezt a Svektya darabot a Jurányiban, és onnan úgy jöttem ki, hogy ezt én meg akarom rendezni itt Fehérváron valakikkel. És tulajdonképpen ez az életem egyik legfontosabb, nem tudom, tehát inspirációja volt, mert ebből lett ez az Örökség csoport, meg ebből lett aztán minden más. Uh-huh. Hát azt elmondhatjuk a nézőknek, hogy érdemes megnézni egyébként ezt a darabot, mert szuper. És hát most már, ahogy már többször említettétek, ugye most a következőre is készültök már, aminek májusban lesz a bemutatója? Május 25-én elvileg. Ez a Székely János Kaligula helytartója című darabja, ami szerintem a magyar drámairodalom egyik csúcsa. Nem olyan nagyon gazdag a magyar drámairodalom, azért ezt tegyük hozzá. És amit a Köfém művelődési központban fogunk bemutatni, amely nagyon-nagyon sokat segít nekünk, és nagyon hálásak vagyunk érte, hogy lehetőséget ad. És ott próbáljuk, hát ez is az Örökség csoport előadása, de lesznek benne új emberek, tehát akik nem az Örökségben voltak, és hát egészen más léptékű darab lesz azért, ez egy kicsit nehezebb, macerásabb összerakni, de hát meglátjuk, reméljük elkészülünk. Nekem óriási élmény lesz, hogy a fiammal leszek egy színpadon, tehát itt a generációk is lassan megjelennek, és hát nyilván maga az, hogy azt látja az ember a gyerekén, hogy az érdeklődése meg az affinitása az kicsit a fiatalkori önmagát idézi, ez egy nagyon szép dolog, úgyhogy nekem ezért ez egy nagyon jó érzés. Hát meg ugye látszik, hogy egyik ötöknél sem esett messze az almafájától, ugye nálunk is azért elmondhatjuk, hogy Ákos fia Mátét erősítette a csapatunkat, nem is tudom, talán egy-két éven keresztül. Tehát a belső nepen is jó szerepel, Mátéban is mindenféle tehetség van benne, az biztos. Meg. Annyira nem érdekli most már dolog, de ja, amikor csinált, akkor én is szerettem. És hát akkor nálad meg a következő generáció. A volt kiből válogatni nálam, úgyhogy valami törvényszerű volt. Jövőbeli tervek mik vannak még? Hát van egy csomó darab, amit én még nagyon szívesen megrendeznék. Mindenféle ötleteim vannak. Nekem hogy ott van közben a Teleki Diákszínpad, akiket egyszerűen imádok, és jelenlegi életemnek az egyik értelme, hogy velük dolgozhatok, úgyhogy mindig egy kicsit azzal is kell gondolkoznom. De hát vannak olyan darabok, amiket én nagyon szeretnék még egyszer színre vinni. Azt, hogy milyen körülmények között, kikkel, hát azt majd meglátjuk. Most egyelőre ez a májusi legyen meg, és legyen jó. Uh-huh. A Misinek meg aztán annyi van, hogy... Hát most a Szabad Színházzal is próbálunk egy új darabot, az a címe, hogy Átok. A Tonelli Sándor visszaemlékezéseiből íródott, aki egy Ultónia nevű hajón 1907-ben tulajdonképpen elhajózott Amerikáig egy fényképezőgéppel, de csak azért, mert akkor nagyon nagy kivándorlási hullám indult Magyarországról, illetve hát nem akkor indult, akkor volt a tetőfokán, 172 000 ember ment ki, azt hiszem 1907-ben,
és hát erről ő írt egy ilyen kis visszaemlékezést, illetve egy tehát azért az a cím, hogy Átok, mert egy másik novella is hozzá lett csatolva, ami pedig egy erőművésznek a tragédiájáról szól, hogy ő miért kényszerült ki Amerikába. És akkor ez a kettő így egybe fog megtörténni. Szabad Színháznak a egyszavas pozitív kicsengésű darabjaiba jó illeszkedik, a pánik, a káosz, az Átok. Igen, egyébként lehet, hogy nem, még nem biztos, hogy ez lesz a címe, hogy Átok. Azt hiszem, hogy az eredeti novella címe az Memento Mori, de mondjuk az se sokkal pozitív. De most egyelőre Átok a munka címe. És ezen kívül? Más terv? Hát most egyelőre eddig látok. Zoli, azt tudom, hogy a te terveid között szerepel, hogyha kimegyünk a stúdióból, akkor a holnapi menetrendet a híradós stábnak megszabd. Igen, igen. Még nem tudom, hogy milyen stábbal és kikkel, de szeretném a holnapi híradót itt a tévébe szíre vinni értékesen. Majd esetleg segíthetsz benne. Megyek forgatni. Tanuld meg a szöveget rendesen. Igen. Jó, hogy az egyes híradóban van sugógép. Egyébként a sugógép milyen sokat segítene a színpadon. Nem csak kicsit nehéz lenne úgy csinálni, hogy így észrevétlenül. És akkor gondolom, sugótok sincs, mint a színházakban. Nincs, nincs, nincs. Nincs, tehát behallatsz, mert nagyon mindig kis helyeken játszunk, az nem. Én azt bocsánat, elfejtettem mondani, hogy Borbély László írja a szövegkönyvet, a saját novellája az a Memento Mori, és ő írta így össze ezt a kettőt, csak gondoltam ezt azért. Megsúgtam most. Így. Most súgtam. Elfejtettem. Hát fiúk, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Most azért lesz muszáj befejeznünk a műsort, mert Misinek azért van egy normális munkája is, és vissza kell mennie, meg hát nekünk is dolgoznunk kell tovább. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük. Májusihoz is, és a jövő héten van a Bécsi, ugye? Igen. Ez is akkor nagyon sok sikert, kéz- és lábtörést kívánunk. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, ez volt a Nálatok Mizu, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.